Újra itt van a BSC 1924 hírmondója, a heti legjobb játékossal készítek most riportot, itt ül mellettem Tömösközi Rihár, az U21-nek a játékosa. Ricsi, az edzők téged választottak most a héten, úgyhogy ezt gratulálok, te lettél a hét legjobb játékosa. Ugye te Csepel ellen játszottatok egy hazai mérkőzést, amiről nem sokára fogsz majd beszélni. A kérdés, egy picit mesél valamit magadról, mióta vagy itt nálunk, mi történt azelőtt, mióta focizol, illetve hát mik voltak azok az állomások az életedben, amik ideig jutottak, hogy te már a hétlegebb játékosa lettél a BSC-ben? Rendben, szia Fecó, sziasztok! Hát én a labdarúgást nagyon régen elkezdtem, már kb. 12-3 éven. Az első állomásom Kelen SC volt, ott kezdtem elrúgni a bőrt. Utána volt egy kis váltás a budapesti erőműbe, aztán vissza megint a Kelenbe, és kb. 5 éve igazoltam itt először Budaörsre, akkor még a Tócsaféle korszakból, akkor tavaly előtt megnyertük az U21-es bajnokságot, miután úgy gondoltam, hogy kipróbálom magam a felnőtt szinten, és eligazoltam az Újbudába, felnőtt csapatába, ahol jól indult a karrierem. Sajnos fél év után egy súlyos sérülést szenvedtem, bukaszharagszakadást, és ki kellett adjak egy fél évet. Aztán nyáron úgy döntöttem, hogy visszatérek ide Budaörsre, mert ez az U21-es bajnokság ez létrejött, így volt még egy évem. És az Engával beszéltem, és ő mondta, hogy még szeretettel válnak, és játszhatok is majd a jövőben. És akkor egy bajnok csapatban sikerült neked is vissza, hát vagy meg egy bajnok aspiráns csapatban, és hála Istennek ugye a 20. fordulóban az elsők vagytok. Nyilván ez már a viszonylag az elején kialakult, ez az első hely, és azóta egészen szépen tartjátok, amihez szintén úgy csak azt tudom, hogy gratulálok, és ezt mindenféleképpen fejezzétek is be majd az első helyen. Milyen volt a csepeli meccs? A Csepel azért az 5. helyre jött, ugye most visszacsúszott a 6. helyre, 4-2 lett a végeredmény. Meccsen egy kicsit erről a meccsről. Hát igen, vissza kellett vágni a csepelieknek, mert idegenben sajnos kikaptunk ősszel. Igen, ez egy híres. Ezért nem volt egyszerű nekivágni a meccsnek, meg múlt héten is sajnos Vácon vereséget szenvedtünk, ezért. És ráadásul még a meccs előtt 2. helyre visszaszorultunk, mert a Vasas átvette a vezetést, mert ők pénteken játszottak. Ezért össze kellett kapni rendesen magunkat, hogy ott legyünk nagyon. És hát igazából a meccs végül nekünk kedvezett, megszereztük a vezetést már az első fél időben, 3-0 is vezettünk, aztán sajnos a fél idő vége előtt kaptunk egy gólt, így kicsit azért izgultunk a második fél időben. A második fél időben volt egy kiállítás a részünkről, sajnos 30. percben, 60. percben, bocsánat. És igen, volt. Aztán kicsit ott megrezgett a léc, de aztán ezt egalizálta a bíró, és az csepeliek is kiszolgott. A végén az 80 perc környékén 10-10-en játszottatok, igen? Igen, aztán a végén rúgtunk szerencsére egy negyedik gólt, és akkor már eldőlt a meccs. Márki Andrásba vágott egyet, igen, pont a videóban is van, hogy egyszer ugyanabban próbálkozott, az nem jött össze, a másodjára már igen, és akkor meg lett itt a gólkülönbség. Az a végén még kaptunk még egy gólt, amire én sem számítottam, már a kamera sem ment, de azt hittem, hogy az a 4-1 lesz, mégis teljesen mindegy, 4-2 és egy szép eredmény, a gól arányban is jó, illetve hát így, hogy 3 pontot gyűjtöttetek, ugye a Vasassal szemben megint előbb eléptetek egy icike-picikét, úgyhogy ez jó lesz mindenféleképpen. Egy kis személyeset a végére jó, mert úgyis mész egyzésre, mindjárt az Engelje várnak. Kétedvenc foci csapatod. Hát a Manchester United-et szeretem már, mióta az eszemet tudom. És akkor ki a kedvenc játékosod onnan? Véróni egyébként. Jó, nagyon szépen köszönöm a riportot, én remélem, hogy akkor tényleg sikeresek lesztek, te is sikeres leszel. Bízunk és bízunk akkor tisztázzuk, hogy te most már akkor bal oldalon fogsz játszani, és valószínűleg hátul ez lesz a te posztod. Jó van. Legközelebb majd kiderül, hogy ki lesz a hét játékosa. Sziasztok! Sziasztok!